A Paksi Városi Vegyeskar 1977-ben alakult, eredetileg népdalkörként működött Károly János vezetésével. A hagyományos adventi koncertjüket karácsony előtt rendezik, ünnepi hangulatot teremtve. A program teljesen vegyes műveket tartalmaz, egészen a romantikától a mai nap zenéjéig. A tinnitusik pedig egy külön színfoltot hoznak majd a koncert közepén. A kórus jelenleg 45 aktív taggal működik, de fennállása óta már több mint 60-an énekeltek a csoportban. A próbák a zeneiskolában vannak, fellépéseik alkalmával palettájukon átlagosan 20 ének szerepel. Ma elő fogjuk adni Anton Bruckner Christus Factus est művét. Ez azért érdekes talán, mert idén voltunk Anton Bruckner kórusversenyen, ahol bronzminősítést kapott a kórus. Az evangélikus templomban tartott koncertjük kiválóan sikerült, melyen elhangzott, a jövőben a fiatalok bevonásával szeretnék megújítani az egyesületet. A Paksi Városi Vegyeskar már szervezi a jövő évi fellépését, az első egy kórus találkozó lesz.